A folytatásban pedig röplabda. A női extraligában szereplő DVTK az alapszakaszban, majd a negyeddöntőben elért eredményei alapján az alsóházi rájátszásban folytatja. Ezekben a napokban az edzések a folytatásra történő felkészülés jelenti a legfontosabb teendőket. Ezek egyikén látogattuk meg a csapatot. Szintén a playoff időszakában tart már a férfi NB1 felsőháza, ahol a MEHAC együttese érdekelt. A Körcsarnokban szombaton rendezett találkozón ugyan a szegediek bizonyultak jobbnak, de lesz még lehetősége az egyetemi csapatnak a javításra. Az Extraliga április 12-én kezdődő folytatására az alsóházi rájátszásra készül a DVTK röplabda együttese, mely során Nyíregyháza lesz a három nyert mérkőzésig tartó párharcban az ellenfél. A mérkőzéseket pedig idegenben kezdi meg a Miskolci együttes, méghozzá egy jó hírrel, ugyanis visszatér a csapatba a korábbi csapatkapitány Szajkó Tímea. Az évelején megnéztük a center pozícióba, hogy hány emberünk maradt. Ugye 4 emberrel kezdtük a szezon elején. Jovian Aric, Kisemese, Hollósi Dóri és Kuzelova Sára. Sajnos Jovics Arianának makacsérülései voltak, ezért januárban hazautazott és távozott a csapattól. Hollósi Dóra, ő az utánpótlás korosztályból jött fel, és ő még nem rendelkezik olyan tapasztalattal és rutinnal, hogy bármikor bevethető lenne bármilyen éles pillanatban. És úgy igazából 2 játékos, aki a stabil centerposzton játszik, viszont Sárának is néha adódnak problémái a térdével, és nem mertük megkockáztatni azt, hogy a rájátszás utolsó véghajrájában úgy induljunk neki, hogy esetleg, hogyha egy komolyabb pihenőidőszakra van szüksége, mondjuk meccs közben, akár egy szetre, akkor olyan embert tudjunk beállítani a helyére, aki rendelkezik annyi tapasztalattal és rutinnal, hogy tudja, hogy centerposzton mit kell csinálni, és ezért gondolkodtunk, hogy ki lehetne az a játékos, aki bevethető lenne még, mert ugye az átigazolási időszak lejárt január 31-jel, és ezért megkerestük Szajkó Tímeát, akit mindenki nagyon jól ismer, a volt csapatkapitány, a tavalyi év csapatkapitány, aki szintén centerposzton játszott, és jelenleg az U15-ös csapat vezetőedzője. Tímea először gondolkodott egy kicsit a felkérésen, mert úgy érezte, hogy azért egy 8-10 hónapos kihagyás után azért elég sok idő kell ahhoz, hogy fel tudja tornázni magát fizikálisan és mentálisan ahhoz, hogy ennek az elvárásnak megfeleljen, de végül is meggyőztük, és ő is nagy lelkesedéssel és kedvel kezdett neki. Már március elején elkezdődtek az edzések, akkor már csatlakozott a csapathoz. A nyíregyházi mérkőzésen a következő április 12-i fordulón már a csapat tagjaként fog részt venni a meccsen, és úgy gondoljuk, hogy egy megbízható, mentálisan erős személyiséggel erősítettük a csapatunkat. Így érkezik a DVTK számára a legfontosabb bajnoki periódushoz a csapat, és elkezdődik meglepetésre a Nyíregyháza ellen az alsóházi rájátszás. Ami előtt egy edzőváltás is történt, és úgy tűnik, az új szakember érkezése meghozta azokat a plusz energiákat, amik jobb esetben megérkeznek egy új szakvezető érkezésekor. Március 1-ével Gaitának a Slaoingas átvette a csapat vezetését, vezetőedzői pozícióba került. Felszabadultak azok a pozitív energiák, amik szükségesek ahhoz, hogy mindenki kihozza magából a maximumot. A negatív érzéseket háttérbe szorítva nagyon sok pozitív dolgot hozott már ki eddig is a lányokból. Természetesen pszichológus segítségét is kértük ahhoz, hogy ezek az energiák felszabaduljanak. Folyamatosan dolgozik a stáb és a vezetőedző azon, hogy a lányok bízzanak magukban és elhiggyék azt, hogy meg tudják nyerni a véghajrát. Látható azért, hogy nem csak a mi csapatunknál vannak nehézségek, hanem a Nyíregyháza is nagyon meglepődött, amikor az első 4-ben nem sikerült neki bejutni, és az 5.-8. helyért kell majd játszania, és mi leszünk az első ellenfél. Úgy gondolom, hogy a sport az mindenképpen arról szól, hogy egyszer fent és egyszer lent, és ha ezeket az energiákat megfelelően mozgósítja az ember, akkor el tudja érni azt a célt, amit kitűzött maga elé. Én úgy gondolom, hogy a vezetőedző személye maximálisan alkalmas arra, és minden egyes edzésen és minden egyes megmozdulásból lehet érezni azt a pozitív kisugárzást és azt a hatalmas bizalmat, amit a lányokba vetett, és teljes mértékben bízik abban, hogy meg tudjuk valósítani, amit elterveztünk. Természetesen a fő célunk az, hogy tisztes helytállással, alanyi jogon úgymond, benn maradjunk az Extraligába. Eddig is ez volt a cél, most sem változott. Nagyon bízunk benne, hogy most másodszorra sikerülni fog. Az elmúlt szezon hasonló időszakában nem sikerült megvalósítani a terveket. Ám annak a rájátszásnak a tapasztalata több játékosnak is a rendelkezésére áll, ami talán adhat némi alapot a helyosztók sikeres teljesítéséhez. A tavalyi szezon nagyon-nagyon kemény volt a véghajrá, 1-2 sérülés a kezdő játékosok terén. Ott azért nagyon megtörtünk és nagyon megbicsaklott a történet. Viszont azok a játékosok, akik a tavalyi szezont végigjátszották és
a Véghajrában is játszottak, és most is, azok tudják, hogy mire lehet számítani. Tehát ott azért ebben a kiélezett helyzetben, aki már ezt egyszer megtapasztalta, tudja, hogy mennyire kell odatenni magát lelkileg, mentálisan is, és nincs pardon semmilyen téren. Van még egy új játékos a csapat bő keretében. Az ukrán-orosz fegyveres konfliktus elől hazánkba menekülő fiatal sportolók között volt két röplabdázó is, egyikük a csapat vezetőedzőjének döntése értelmében a felnőtt kerettel dolgozhat. Két fiatal ukrán lány érkezett a DVTK röplabda szakosztályához. Először lejöttek az utánpótlás edzésre, de láttuk rajtuk, hogy nagyon alkalmasak arra, hogy az Extraliga NB1-es edzéseket is látogathassák. Megkérdeztük a vezetőedzőt, hogy mi a véleménye a két lányról, és természetesen lehetőséget adott nekik, és azt mondta, hogy látszik rajtuk, hogy fizikálisan és mentálisan is beillenek a csapatba, és azóta a lányok az NB1-es nagy csapattal edzenek, és nagyon boldogok és örülnek, hogy ilyen jó helyre kerültek és részt vehetnek ezeken az edzéseken. Bár eddig sem volt egy könnyű mérkőzése sem a csapatnak, de az elkövetkező időszak eredményei konkrétan az együttes jövőjét is befolyásolják. Most egy elég fontos időszak fog bekövetkezni nálunk. Ez az utolsó úgymond egy hónapos metalcsakai a szezonból. Nagyon az, amikor ráfókuszáljunk, tényleg nem is gondolkozunk olyan helyzetbe se, hogy most itt bármi olyan dolog történne, hogy netalántán nem sikerülne a célt elérnünk. Nagyon fontos a mentális felkészülésünk, amit az ugye az új edző nagyon előcélbe helyez, és ez nagyon sokat segít nekünk, tényleg, mintha így amúgy nagyon sok embert, de csak valaki cserélt volna az, hogy ő itt van, és tényleg az ilyen plusz löketet ad számunkra, hogy minden edzésen beszél hozzánk, a maximumot várja el, és tényleg mindenki most a maximumon dolgozik ahhoz, hogy ez azt a célt elérjük, ami most előttünk van. Eddig is minden nap edzettünk, napi kettőt edzettünk, de ez a kommunikáció, ami szükséges lett volna a csapathoz, nem volt meg. És így, hogy ő itt idejött, ő nagyon sok hangsúlyt fektet arra, hogy edzés előtt átbeszéljük, hogy mi lesz az egész edzésen, egy táblára felírja a céljainkat, hogy mit szeretnénk elérni, és ha kell, megállítja az edzést akkor is, hogy ha kell, akkor tényleg akkor elmondja, mi volt a hiba, kijavít, tényleg minden mozdulatunkra úgy figyel, hogy az a sorsdöntő szituációban is az a mozdulat tökéletes legyen. Ez a Békés Csabai 3-1-es hazai meccs is szerintem azt bizonyította be, hogy igenis egy jelentős változás történt be a csapat játék stílusába, akár mentálisan is, akár az erőllétibe is, mert most az erőllétibe is teljesen másféle kondit csinálunk. Minden második nap szinte kondizunk, hogy még erre az utolsó szakaszt is, a utolsó pontig is bírjuk. Tavalyi szezon is tapasztaltuk azt, hogy ezek az utolsó meccsek tényleg mennyire fontosak, és hogy milyen koncentrációt igényel. És ugye ott tavaly is amúgy szinte minimálisan múlott, ugye ott a sérülések a szezon utolsó felébe jöttek be tavaly. Most szinte minden meccsen másképp álltunk fel, és most remélem ezeket a sérüléseket letudtuk, és most ebben az egy hónapban mindenki makkegészséges lesz. És ugye, ahogy tavaly is tapasztaltuk, muszáj pörögnünk és koncentrálnunk, mert anélkül ez nem fog sikerülni, és nem tudjuk elcsípni azt a bizonyos helyet, pozíciót a tabellán, amit el szeretnénk élni. Rákérdeztünk a DVTK előtt álló közvetlen feladatokra is, vagyis arra, hogy miként vélekednek a lányok a Nyíregyháza elleni párharcról. Segíthet az talán a DVTK-nak, hogy egy meglehetősen csalódott nyírségi ellenféllel találkozik majd? Ugye a Nyíregyházán a Kaposvár is bebizonyította az, hogy tényleg ez a Nyíregyháza, ez most ebben a szezonban nem az a Nyíregyháza, aki például a tavalyi szezonban volt. Szóval ugyanúgy, ahogy a Kaposvár példáját is nekünk is meg kell próbálnunk minden apróságot levideózni, az, hogy hol van akár a gyenge pontjuk, mert ugye az is van nyilván minden csapatnak, és úgy felmenni akár idegenbe, meg itthon is, hogy muszáj megmutatnunk azt, hogy nyerni tudunk, és el kell hinnünk azt, hogy nyerni tudunk. Ezt a csapattal is megbeszéltük, hogy egy a célunk, az, hogy valaki nem miskolci, vagy ugye külföldi játékos, most mindenkinek ugyanúgy, aki bárki a csapatban van, ugyanúgy a gyúrútól, a stábtaktól, mindenkitől kezd ugyanaz a cél, hogy elérjük a célt, hogy benn maradjunk az Extraligába, ez egyértelmű. A Diósgyőr sikereihez sokat tehet hozzá, ha szép számú szurkoló jelenik meg a lelátón. Nagyon fontos mérkőzések vannak előttünk, ugyanúgy minden játékosra mindenkinek szükségünk van, és leginkább a szurkolókra van a legfontosabb, mert eddig is nagyon sokan jártak, de most még több biztatás kell nekünk, még több plusz energia ahhoz, hogy ők is itt legyenek és segítsenek nekünk, mert ez szerintünk nagyon fontos, és nagyon várjuk őket minden mérkőzésünkre.
Áttérve a fiúkra, a sárga-kékben látható házigazda Melbs szombaton este Szeged együttese ellen kezdte meg hazai pályáni szereplését az NB1-es bajnokság első 4 helyének sorrendjéről határozó rájátszásban. Bár ezúttal is küzdött becsülettel a miskolci csapat, de a Szeged távozhatott elégedetten a körcsarnokból, hiszen 3-0-ra megnyerték a mérkőzést. Azzal, hogy bejutottunk a legjobb négybe, a célt elértük, amit kitűztünk a szezon elején, viszont azért szerettünk volna, meg szeretnénk feljebb lépni a negyedik helytől. Kicsit úgy érzem, hogy a fiúk ezt megnyugodtak, megvan a negyedik hely, és ugye a Szeged az egy komoly csapat, viszont ugye sikerült őket idegenben megnyerni, úgyhogy itthon arra készültünk, hogy ismét megleckésztetjük őket, de ez nem sikerült. Valahogy nem állt össze a játék ezen a napon. Vannak sajnos ilyen napok, kicsit ezt bánjuk, de hát menni kell előre és a következő meccsre fókuszálni. A nyitásfogadás is akadozott, viszont utána a előkészítés, támadás előkészítés, vagy maga a befejezés azzal is probléma volt. Valami hiányzott ezen a napon a játékunkból, talán nem voltunk olyan egységesek, mint előtte. Tényleg én azt tudom mondani, hogy talán a fiúk kicsit úgy megnyugodtak, hogy oké, megvan a negyedik hely, ezzel nincs is gond, nem kell izgulnunk, mert itt igazából a tehernek a másik csapatnak kell lenni, nem nekünk. Mi ott vagyunk, ahol szeretnénk lenni, de egy kicsit túlságosan megnyugodtunk, azt gondolom. Igen, mi azt szeretnénk a vezetőedzővel, Vagó Lacival, hogy a fiúk ezt a hátralevő 4 meccset most már úgy éljék meg, hogy ez egy jutalomjáték, hogy erős, jó csapatok ellen játszhatunk, és igazából nem nekünk kell félni a többi csapattal, hanem nekik, mert eddig mindenkinek meg tudtuk nehezíteni a dolgát, vagy esetleg meg is verni, ugye. Milyen utóélete van, lehet egy ilyen találkozónak? Gyorsan le kell zárni, elfelejteni, vagy nagyon sok hasznosítható tapasztalatot adhat egy ilyen vesztes mérkőzés is? Nyilván mindig van mint csiszolgatni a játékon. Itt inkább tényleg egy kicsit a mentális részt kell rendbe rakni a fiúknál, hogy ahogy mondtam is, ezt élvezni kellene ezt a játékot. Nyilván akkor tudjuk élvezni, ha eredményesek is vagyunk mellette. Tehát ez, amit egy kicsit rendbe kell rakni ebbe az egy hét szünetbe, amikor nincsen bajnokság a hétvégén. Nyilván itt az idősebb játékosok ezt tudták helyén kezelni, ezt a vereséget. Ők azt gondolom, anélkül is, hogyha nagyon kibeszélnénk velük, akkor ők tudják, hogy ez miért van. Itt a fiatal játékosoknak kell ezt egy kicsit átértékelni, akár itt értem a két légiósunkat is, hogy egy picit arra összpontosítani, hogy ugyanazt a szintet és azt az teljesítményt, amit eddig hoztak, azt tudják hozni. Tehát biztos vagyok benne, hogy a Magyar Laci is mindent azért fog megtenni itt az elkövetkező hetekben, hogy rendezzük a sorainkat. Mondom, inkább mentálisan kell rendezni, nem fizikálisan vagy tudásilag, mert ez megvan, hanem azt, hogy szeressünk, meg akarjunk röplabdázni jól, ahogy eddig is tudtunk. Ugye itt a következő ellenfél majd Dág lesz, ugye mi utazunk hozzá egy április 16-án, őket az alapszakaszban még nem sikerült megvernünk, úgyhogy itt a fiúk erről már beszélgettek, hogy mindenféleképpen jó lenne őket megverni, úgyhogy remélem, hogy ez egy picit megdoppingolja őket, és esetleg ez a hazai vereség, ami bele volt, esetleg mondhatom azt kalkulálva, inkább a körülmények voltak azok, ami nem tetszett nekünk, hogy ez egy kicsit felébreszti őket, hogy azért itt még nincsen még a szezonnak attól, hogy mi itt vagyunk a legjobb négybe, és remélem, hogy mindenkiből visszaelőjön az az akarat és az egység, ami eddig megvolt az előző meccseken. A Dág-Melvc találkozót szombaton 17 órától rendezik.